A tandem, amelynek én is részese vagyok, képes megnyerni a helyhatósági választásokat, hangsúlyozta Nikolaj Robu, a PSZDP-nél és szövetség temesvári polgármester jelöltje. Temesvár büszke város hírneve az elmúlt 4 évben drasztikusan csökkent, mondta Temesváron Szor Ingrid Jánu, a Temes megyei PSZD elnöke, és meggyőződését fejezte ki abban, hogy a Simonis-Robu tandem Temes megye és Temesvár esélyét jelentik. A tanácselnöki tisztségre ugyanis Alfred Simonis pályázik, míg a megye központ polgármesteri tisztségére Nikolaj Robu. Nagy projekteket törölt a jelenlegi városvezetés, másokat folytatott, de rosszul és óriási késésekkel. A polgármesteri mandátumon végén 570 millió euró értékű Európai Uniós alapokból származó projekteket hagytam hátra. A pénzalapok mintegy 50%-át elvesztették. Nikolaj Robu és Alfred Simonis legfőbb ellenfelei az Egyesült Jobboldal szövetség jelöltjei Dominik Fritz, Temesvár jelenlegi polgármestere, és Alin Nika, a megyei tanács elnöke. Utóbbiak az RMDS támogatását is élvezik.